Nagy Béla vagyok, boldogságszakértő. Az a célom, hogy megnöveljem Magyarország boldogságindexét. Ehhez olyan sikeres embereket mutatok be, akik ismerik az utat a boldogsághoz. A legnehezebb pont az életünkben az a Zoli balesete volt. A Zolinak ugye 6 évvel ezelőtt egy havas estén, december 27-én megcsúszott az autója belöktén, állítólag velük, de ő is emlékszik sajnos, meglökték hátulról, és beborult az árokba, és hát bizony két hétig mesterséges kómába volt, és, és több ö, évig tartott a felépülése, beütött a fejét, ö, de akkor este azt gondoltam, hogy összedőlt a világ, hiszen el se tudtam képzelni, hogy hogyan, hogyan tovább. Leültünk még aznap este a fiúkkal, mit csináljunk, mi lesz, hogy lesz. Nem tudtuk, hogy, hogy a Zoli föl fogja épülni egyáltalán, vagy hogy milyen súlyos ez a dolog. És akkor még tényleg nem tudtuk, és itt válságstábot hoztunk össze. Hát egy darabig ő nélküle mentünk fellépni. Aztán szerencsére kezdett javulni az állapota, de még akkor is láttuk, hogy ez még hosszadalmas lesz. Úgyhogy helyettesen kellett megoldanunk az első évben a, a dolgait, és ebből is az látszik, hogy a csapat mennyire összetartó volt, az alatt az idő alatt is, amíg ő bent volt a kórházba, vagy nem tudott jönni a fellépésekre. Mi mindig félretettük az ő kis gázját, hogy a gyógykezelését tudjuk finanszírozni, mert hát egyszerűen valahogy úgy éreztük, hogy. Az egy, egy, egy közülünk, a testvérünk, vagy a, a, annyira csa, csapatként gondolkozunk mindig, szóval ha engem fölhívnak bárhonnan, akkor mindig kérdezem, hogy akkor hányan kell menni, vagy hova, mert mindig csapatba gondolkozunk, de mindannyian így vagyunk ezzel. Úgyhogy az nagyon megviselte a csapatot, úgy lelkileg is, mint, mint, szakmailag, mert akkor, akkor azért volt egy döccenő, hogy, hogy a filmekből is hiányzott sokáig, akkor nem ment olyan jól neki a beszéd, és számítottunk rá, mert nagyon szereti a közönség. És, és hát visszavárjuk most is, most is pihenőn van egy évig a gyógyulásának, a nagyon, nagyon gyengélkedik. Hát bízunk benne, hogy fölépül.